Augusztus óta segíti új Medimentor szolgáltatásával a Kispocs Babamama Egyesület a Heves megyében elhelyezett az Ukrajnából a háború elől menekülteket. Megyénkben Egerben, Füzesabonyban, Szihalmon és Gyöngyösön vannak elszállásolva. Pénteken a Kistályai úti szálon tartott foglalkozást és csinált farsangi hangulatot a gyerekeknek a civil szervezet. Kezdetén egy 12 fős Medimentor csapat állt föl, hogy a társadalmi beilleszkedésüket segítsék. Ez a 12 fő tulajdonképpen az élet minden területét lefedi, hisz van benne jogász, szociálpolitikus, jogvédő, szociális szakember, egészségügyért felelős szakember, védőnő, önkéntes. Tulajdonképpen mindenki, aki bármely területen tud segíteni, mert azt láttuk, hogy olyan komplex problémával rendelkeznek a menekült családok, hogy számos ügy az, ami előtérbe kerül, és ezeken tudunk segíteni, és úgy tudunk hatékonyan segíteni, hogyha az élet minden területe le van fedve. Napi szinten folyamatos kapcsolattartással a helyszínen három ügyintéző segíti a menekülteket, ők kérnek segítséget a Medimentoroktól, valamint három tanár is segíti őket a magyar nyelv tanulásában. Úgy gondoljuk, hogyha azt vállaltuk fel, hogy az ő társadalmi beilleszkedésüket segítsük, akkor az kell, és az a legvégső cél, hát egyrészt az, hogy végre legyen a háborúnak és hazamenjenek, az lenne a legjobb, de hogy akik maradnak, a társadalmi beilleszkedés alapvető formája az, hogy dolgozzanak, tanuljanak, hogy megismerjék a magyar oktatásrendszert, a szociális rendszert, az egészségügyi rendszert, tehát ugyanúgy, mint egy más állampolgár, ugyanolyan lehetőséggel és eséllyel induljanak el az életben Magyarországon, és ehhez próbálunk mindent megtenni, hogy ez sikerüljön is. A civil egyesület elnöke elmondta, Egerben a két helyszínen 100 menekült van elszállásolva, közülük mintegy 60 gyerek. Az ügyintézők számos problémával találkoztak már, kezdve az idegenrendészeti hatóságnál hatósági iratok beszerzése, de van olyan ügy, ahol orvosi időpont és orvoshoz való kísérés, vagy házasságkötés, vagy továbbtanulás, vagy óvodai beiratkozás, iskolai beiratkozás, pszichológus, pszichiáternek a bevonása, rendszeres tanácsadás tartása. Minden pénteken kreatív sarokkal készülnek a Medimentorok, akik tulajdonképpen most a farsang jegyében állarcokat készítettek, és itt a háttért is ők csinálták, és hát fánk készül természetesen, ha már farsang van, és minden pénteken valamilyen aktuális témaval készülnek, és ez tulajdonképpen egy lelki kreatív sorok is, mert közben is a gyerekek elmondják a napi folyamán a problémákat, mi történt az óvodában, az iskolában, tehát így is képet kapunk arról, hogy is zajlik az ő mindennapi életük, és próbálunk nekik segíteni. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ez egy olyan speciális szociális munka, és azért is Medimentor a megnevezés, mert mediátor összeköti a menekült családot, vagy aki segítséget kér az adott szférával, legyen az egészségügy, vagy szociális, vagy államigazgatás, vagy oktatás, vagy közoktatás, vagy köznevelés, és mentor, mert segítjük is őket, tehát hogyha kell, akkor is kísérjük az adott intézményhez, vagy szervezethez, tehát voltunk már velük munkaügyi központba, idegenrendészetnél, óvodába, iskolába, de a boltba is akár, hisz ez is nagyon fontos, hogy a társadalmi integrációt ezzel elősegítsük. De tulajdonképpen ezzel a speciális szociális munkával azt próbáljuk előidézni, ami szerintem egy nagyon nagy innovatív dolog, hogy egy ablakon keresztül, mondhatnám azt, hogy a szociálpolitikának egy új szegmense a medimentori szolgáltatásunk, hogy egy ablakon keresztül az egész családot kezelve minden problémára egy ablakon keresztül kapnak segítséget. A legújabb kezdeményezésük a Kárpátok Alapítványa közös akciójuk, aminek segítségével közel 100 darab új laptopot adnak a gyermeket nevelő családoknak, ezzel is segítve a tanulást, ugyanis sokan online követik a tanórákat az ukrajnai iskolájukkal, de sok felnőtt is online dolgozik. A civil egyesület minden megtesz azért, hogy könnyebben menjen a beilleszkedés és az itt tartózkodás, amíg a háború véget nem ér. Amit látjuk a folyamatos működést, hogy valaki már dolgozik, az összes gyerek szinte jár óvodába, iskolába, tehát egy olyan fontos beilleszkedési hullám tört már előre, kezdik fölvenni a magyarországi ritmust, mert rájöttek arra, hogy ez egy hosszadalmas itt tartózkodás, és igen, tehát mindenki próbál beilleszkedni a társadalomba, a magyarországi társadalomba.